A Fekete Gólyák csapata veretlen maradt az idei NB2-es versenyszezon 5. fordulójában is. Jelenleg a szekszárdi klub áll a tabella élén. A lányok pedig hétvégén ismét bizonyíthattak a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ellen, akiket egy küzdelmes meccs során 29-24-re megvertek. Egy Dunaújvárosi utánpótlás volt az ellenfél, nem rosszak. Egy picit azt hiszem, hogy a játékosaink is úgy gondolták, hogy lehet lazítani, nem annyira veszedelmes az ellenfél, megszenvedtünk, de hát azért így is 5 góllal sikerült megnyerni a meccset, ami mindenképpen elégedettségre ad okot. A mutatott játék képe az nem feltétlenül, tehát azon azért van mit javítani. Az idei szezonra átalakult kerettel készült a Fekete Gólyák csapata, hiszen voltak, akik távoztak a klubtól, az érkező oldalon viszont csatlakoztak helyettük új játékosok. Akár a Kavecki Edinát, akár a Farkas Anitát nézzük a visszatérők közül, jól szálltak be a játékba, tudtak segíteni a csapaton, és a fiatalok közül is volt egy-két olyan teljesítmény, amire tényleg azt mondom, hogy elégedett lehet az edzőjük is, meg a játékos is, meg hát természetesen én is. A Dunaújvárosiakkal folytatott küzdelem után most pár hét szünet következik, majd november 11-én itthon egy rangadón állnak újra pályára a Fekete Gólyák a Nagyatádiak ellen.